Azt gondolom, hogy aki beteszi a lábát az ő vállalkozásának a területére, a Bakosfa Kft. Területére, rögtön érzékeli, hogy ez egy nagyon különleges világ, egy család az, aki ott dolgozik, a szószoros és átvitt értelmében is, hiszen amikor azt nézem, hogy az emberek munkaideje az ő elfoglaltságukhoz igazodik, hogy mindig a tulajdonos a saját gazdasági hasznával esetleg ellentétes módon megpróbálja biztosítani a regenerációs időt a kollégái számára. Amikor jutalmazzák, hogyha valaki mindig lekapcsolja maga után a villanyt, ugyanakkor mosolygós almát ehet bármikor, hiszen ez is fontos ahhoz, hogy kötődjön a céghez és megőrizze az egészségét, vagy éppen ingyen használhat magas színvonalú sportolási lehetőségeket. Ez mind azt mutatják, hogy itt nem csak az emberek vannak a tulajdonosért, a tulajdonos hasznáért, hanem fordítva, felelős magatartással visszajuttatja ezeket a lehetőségeket, amihez ő jutott. De hallottam őt előadást tartani a témakörben, az ipartestület környékén is aktívan mozgott, és szerintem nem nagyon van olyan civil szervezet, aki ilyen-olyan módon ne kereste volna meg őt, mert segítségre szorult, és szerintem olyan se nagyon van, akinek kapott volna segítséget. Úgyhogy én egy olyan embert ismerek a személyében, aki kiemelkedik a környezetéből, és én nagyon örülök, hogy végül ő nyerte el ezt a címet. Bakos Miklós és családja budafoki kötődésűek. Miklós itt az ülőbútorgyárban tanulta az asztalos mesterséget. Külföldi tapasztalatok szerzése után 34 éve alapította a Bakosfa Kft-t, amelyik családbarát foglalkoztat fogyatékossággal élőket is, és hát számtalan üzleti sikert értek el. Azt gondolom, hogy ez így önmagában is elég lenne, de ezen kívül a legfontosabb. Fontosnak tartottam mindig, hogy a civil szervezetekkel jó kapcsolatot építsen ki. Amiben mi együtt dolgoztunk, az a határon túli gyerekek, a lábnyéki csángó gyerekeknek a segítése, hogy tudjanak magyarul tanulni tandíjban, ajándékban, és hát olyan minőségben is, mint a Szent György Lovagrend pénztárnoka, sok-sok ajándékkal tudtuk meglepni, és a mindennapjaikat könnyebbé tenni ezeknek a gyerekeknek. A Covid alatt is sokat segített, hiszen a vendéglátósok, akik elvesztették a munkájukat, azoknak is munkát adott. Hát úgy gondolom, hogy becsületes számunkra egy kiváló ember, aki mindig ott van, ha segíteni kell, méltó helyre kerül a díszpolgári kitüntetés. A kerületért végzett tevékenységéért az önkormányzat képviselőtestületen Bakos Miklóst a Budapest 22. kerület, Budafok, Budatétény, Nagytétény, Baross Gábor telep díszpolgára címmel tüntette ki a kerület napján. A sikeres vállalkozó munkásságát több díjjal is elismerték már, többek között a Magyar Arany érdemkereszt kitüntetéssel. Mindig az a díj a legértékesebb, amit legutoljára kapsz, de egy saját közösségettől kapott elismerés, díj, az nagyon sokat ér, mert ők ismernek engem a legjobban. Én közöttük élem az életemet. És én, mint vállalkozó, mindig megnézem azt, hogy hol, mikor, kinek tudok segíteni, és hogyha hozzám fordulnak segítségért, akkor mindent elkövetek, hogy tudjak segíteni. Ez a díj, azért is mondhatom azt, hogy talán ez a legmagasabb díj, amit eddig kaptam, mert egyetlen egy barátom, ismerősöm, rokonom nincs, aki már rendelkezne díszpolgári címmel, illetve rosszul mondom, mert barátaim vannak, mert most már a díszpolgároknak a felével olyan szoros kapcsolatom van, hogy ők már barátnak tekintenek engem, és én is így tekintek rájuk, de ez azért nagyon komoly díj, főleg egy olyan egyszerű fizikai munkás embernek, mint én vagyok, akinek a szülei itt dolgoztak a Kádár Kártyázban, illetve a budafoki papírgyárban, mint egyszerű munkás emberek,
Na és hogy az én fiam az már szakember lett, és az én fiam Budafoknak a díszpolgár. És én úgy érzem, hogy a szülők méltán gondolják azt, hogy megérte. Megérte azt a sok munka, amit belé fektettek. A Bakosfa Kft. Ügyvezető igazgatója, aki egyben a Nemzetközi Szent György Lovagrend főkincstárnoka is, verhetetlen a segítségnyújtásban. Én mindig úgy fogalmaztam meg, hogy a kerületi emberek ide hordják a barkács pénzüket, és nekem úgymond kötelességem ebből a barkács pénzből úgymond visszaadogatni alkalmanként a lehetőségeimhez mértem. És nagyon sok komoly vállalkozó van, 5000 vállalkozás van Budafokon, és ezeknek a, mondjuk ha csak azt veszük, hogy 10%-a nagyon komoly, amit én úgy értek, hogy olyan komoly kocsikkal járnak, hogy az ő anyagi helyzetük méltán megengedhetné ezt, hogy nyugodtan odaálljunk egy-egy ilyen civil szervezet vagy sportoló mellé. És amikor az én programomban ezek szerepelnek, elsősorban mindig a zsebem nagyságának a mutogatása a cél, hanem a példamutatás, hogy nézzétek meg, nekem van egy ekkora vállalkozásom, és én kiállok emellé a sportoló mellé, emellé a civil szervezet mellé, én csinálom az őrtüzet, én támogatom az erdélyi magyarokat, illetve támogatok minden külföldön élő szegény magyar, akik valamilyen oknál fogva az én kapcsolatrendszerembe belekerülnek. Bakos Miklós 28 évesen alapította vállalkozását. Ez egy megélhetési vállalkozás volt. Én előtte 2 évig dolgoztam egy osztrák cégnél, és amikor oda mentem az osztrákokhoz dolgozni, akkor egyedül én nem beszéltem németül. Talán 10-ig tudtam elszámolni, annyi volt a nyelvtudásom. És a második év, 2 évet dolgoztunk, és a második év vége felé én voltam a tolmács. És az osztrákoknál egy olyan munkastíluson mentem keresztül, hogy egyszerűen teljesen megváltoztatta a szemléletemet. És az, amit én ott tanultam, utána próbáltam itt Magyarországon képviselni, akkor a magyar cégeknél engem hívtak Strebernek, Nyaligépnek, Rokkának, tehát mindenféle ilyen csúnya, pejoratív jelzőkkel illetnek, mert senkinek nem volt normális az, hogy reggel bejössz, sípszóra, és akkor egész estig dolgozol, és megállás nélkül, és ráadásul mindig mosolyogtam, mert örömmel leltem benne, és örültem. És engem nem érdekelt, hogy a többiek nem dolgoznak. Nekem egy volt a fontos, hogy én, tehát annyira bele tudtam merülni a munkába, és ez a közeg, ez valahogy nem fogadott már úgy be a 2 év után, és valahogy úgy éreztem, hogy ezek idegenek számomra. Ugyanakkor, amikor az osztrákoknál dolgoztam, mindig éreztem, hogy még mindig én vagyok a leggyengébb, és ez nagyon frusztrált engem, nagyon. Miben a leggyengébb? Szakmailag? Egyrészt szakmailag én voltam a leggyengébb, másrészt meg ők még szorgalmasabbak voltak, még erősebbek voltak, még jobban akarták a sikert, és ez egy olyan, tehát ő nekik a vérükben benne volt az, hogy reggel estig dolgoznak. Nehezek voltak annál is inkább, mert az első fél év után egy munka, ahol dolgoztam, oda betörtek, és mivel éjszaka ott, mivel hosszabb munka volt, ott maradtak mindig a szerszámok, mindenemet elvitték. És fél év után megint újból kellett kezdeni mindent, és megint előről, de így utólag azért is nem voltam nagyon, mert mások azt mondják ilyenkor, jó, abba hagyom, kész, én megpróbáltam, feladom, kész. De nem, én az, hogy valamit feladni, az soha meg nem fordult. Soha? Nem. Hát nem hogy feladni, hanem még B verzió sincs. Tehát nálam egy verzió van, az A verzió, menni előre, és amíg összeomlása, addig gyakorlatilag csinálni. Nem az a cél, hogy összeessek, de képes vagyok megfeledkezni az evésről, az ivásról, az időpontról. Nagyon sokszor hívom a kolléganőmet, és akkor, ja, már jött óra, ő csak 3-4 dolgozott, hú, basszus, hogy elment az idő? És ha jól csinálsz valamit, akkor neked előbb-utóbb egyetlen egy jelenséggel lesz mindig az idő, hogy a maximumot akarod mindig kihozni abból a napból, ami van.
mert az van meg, ami ma megvan. Nem az, ami holnap-holnap után meg lesz, nem. Ami ma megvan, az megvan. A kisebb javítási megbízások után komolyabb feladatok vállalását az alig 55 négyzetméteres asztalos műhelye tette lehetővé. Gépparkja és a műhely területe később bővült. Az alapanyagok folyamatos biztosítását szolgálta a körtéri barkácsbolt megnyitása 1990-ben. A Móri Zsigmond körtéren, ahol volt egy üzletem és egy műhelyem, ott ilyen övezetmód változást csinált az önkormányzat, ami nevezetesen azt jelentette, hogy az addig határozatlan időtartamú szerződést határozott időtartamúra átírták, tehát 2 évünk volt arra, hogy a műhelyek elhagyják azt a területet, mert csak irodaház és lakóházra adtak ott engedélyt. Na akkor nekünk kellett keresnünk egy új helyet, és az időrendben ez a második körű privatizáció volt, ez kb. 25 évvel ezelőtt, és akkor került számításba Budafokon a Pezsgő gyárnak ez a részlege. Ez egy 5-szintes gyárépület, és ez már évek óta akkor üresen állt. És kapcsolatban léptünk a Pezsgő gyárral, és a végén kikiáltási áron megkaptuk, hiszen ott csak olyan vetélytársak jelentkeztek az árverésre, akik hasonlóképpen külföldi cégek is hasonlóképpen borászattal foglalkoztak, borászat és pezsgőkészítéssel, mint ahogy azt a Pezsgő gyár csinálta a Hungaroring. És azért mondta az akkori igazgató, akivel most nagyon jó kapcsolatban vagyok azóta is, a Kemendi Lászlóval, hogy akkor inkább megkapott-e, mert hogyha odaadnám nekik valamennyiért többért, akkor még talán valaki azt hinné, hogy lefeküdtem nekik, és a nyakunkra hozom a konkurenciát. Na és akkor így lett az enyém. És amikor én idejöttem és megvettem ezt az épületet, valójában nem is tudtam, hogy mit vettem meg, mert hát 5 szint és itt annyi helyiség van, hogy bejártam, a végén megkértem azt, aki megmutatta a helyiséget, hogy segítene, hogy hol van itt a kijárat. És hát nagyon sok pénzem megy folyamatosan bele, folyamatosan építjük ki, folyamatosan szépítjük, gyönyörűen átalakítottuk faipari üzemé, és az alsó pincei részeket, azokat meg határozott elképzeléssel csak borászati cégeknek adom ki bérbe, hogy segítsen itt a budafoki borturizmust. Az asztalos üzem és barkácsbolt tulajdonosa 62 évesen is tele van vitalitással, kedve, ereje és tervei is vannak. Legjobb az lenne, hogyha ebben a maradék 2-3 évben rá tudnám venni a két gyerekemet, hogy én megyek és ők megjöjjenek, és mindent el is fogok követni, hogy ez így legyen. A fejlett nyugat-európai országokban, hogyha megnézzünk egy-egy multit, mondjuk egy Lidl-t, egy Spart, egy Mercedes-t, egy Sanyót, egy Stanway, egy zongorát, azt veszük észre, hogy azt nem egy generáció építette föl, hanem sok-sok generáció egymást követve. És hát én is azt szeretném, ha már nekünk osztályrészű jött ez a faipar, a barkácskereskedelem, akkor jó lenne, hogyha a gyerekeim ezt tovább tudnák vinni, mert hiszen a bázis megvan, a gépek szerszámok megvannak, a vevőkör megvan, tehát gyakorlatilag csak be kell ülni és jól menedzselni, teljesen új stábtagokkal, a régiekkel kiegészülve. Szerintem ezt nagyon jól lehetne csinálni. Általában egy cégnek az értékét nagyon ritkán az ingatlan értéke határozza meg, mert hogyha én ebből az embereimmel kivonulok, ez egy nagy téglaépület, vagy nagy betonépület. Valójában az egész épületnek az értéke, hogy mi itt benn vagyunk, és hogy mi itt tudunk termelni, és minden nap tudunk 1-2-3 millió forintos árbevételt realizálni. És az sem mellékes, hogy a közvetlen környezetünkben a lakosságot, meg egy alapszolgáltatással tudjuk ellátni. Az mindenféleképpen terv, hogy ne addig dolgozzak, ameddig össze nem esem, mert hiszen most már így 62 évesen egymás után jönnek az unokák, és jelen pillanatban már 2 és 3/4-nél tartunk, és addig, amíg a unokák magukhoz engednek, addig, hogy minél többet velük lenni, hogy azokat a dolgokat, amik nekünk fontosak voltak, vagy jelen pillanatban is fontosak, azokra megpróbálni ráirányítani őket, ez nagyon fontos.
egy olyan verziót el tudnék képzelni, hogy esetleg maradok, mint cégvezető, de már úgy a napi operatív feladatokba nem szólnék bele, hanem mindig keresem azt akár a családok között, a gyermekeim között, vagy bárki között, hogy na, ki az, akire ezt rá lehetne bízni, aki úgymond sajátjának tudná érezni, és azokat a gondolatokat, vagy azokat az álmokat, amiket mi megálmodtunk, hogy azokat tudná folytatni.